Nagy lakossági érdeklődés mellett rendezték meg szeptember 21-én az Északi út melletti legelőn a térség fogatosainak és csikósainak hagyományos találkozóját, a 11. Bihar nagyvajnyolovas napot. Az eseményre kilátogatókat számos szórakozási lehetőség és szikrázóan gyönyörű őszi napsütés fogadta.
Amint a fogatok és a lovasok felsorakoztak a tribün előtt, elkezdődött az ünnepélyes megnyitó. Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves megjelentet a 11. Vihar Nagybajomi Lovasnapon 2013. szeptember 21. Két alkalommal már elmaradt ez a rendezvény, úgyhogy nem 11 év óta, hanem 13 év óta szervezzük a településen a Lovasnapot. Kérem, a rendezvény kezdetén hallgassuk meg a himnuszt. A rendezvény megnyitja Szító Sándor polgármester. Jó napot kívánok! Kialnagy Dömkösség önkormányzata nevében nagy tisztelettel köszöntök minden kedves megjelentet a Kialnagybajomi 11. lovasnapon, és külön köszöntöm az előttünk felvonult versenyzőket, csikócsokat, akik a mai nap fénypontjai lesznek. Nagy öröm számunkra, hogy ismét itt láthatjuk önöket,
és hogy ilyen sokan elfogadták ismételten a meghívásunkat, a felkérésünket. Úgy látszik, hogy a helyszín választás is most már bejött nekünk, hiszen emlékszünk rá, már tavaly is ezen a helyszínen rendeztük meg ezt a versenyt, és akkor is ilyen őszies, de velőfényes napsütésben telt a napunk. Hát bízom benne, hogy ma is így fog ez történni, és több lovas nap nem fog elmaradni. Mert egy település életében nagyon fontosak az ilyen ünnepek, hogy a dolgos hétköznapok között legyenek ünnepek, amikor megállunk, amikor pihenünk. És hát mint tudjuk, lovat elmert a magyar, nem Szamára. Ezért is nagyon fontos, hogy a lovat, ami őseink óta a végkísérje a magyarság történetét, megbecsüljük és kiemelt helyen kezeljük. Hisz áthatjuk, a ló az, ami egy nemzetet, egy falut, egy közösséget összeköt. Ezért fontos számunkra is, hogy a hagyományainkat tiszteljük, megbecsüljük, és ilyen rendezvények alkalmával meg tudjuk mutatni azt, hogy igenis büszkék vagyunk a állatainkra, és a fiatalokkal is, akik elég szép számmal megjelentek, meg tudjuk nekik mutatni azt, hogy hogyan bántak őseink, elődeink a lovakkal, és a lovak szeretetét, az állatok szeretetét tovább tudjuk adni, és ezáltal a nemzet fennmaradása is biztosítva van, illetve az ilyen kis települések, mint Vihalegbajom, az ilyen településeknek a jövője is ezáltal lesz biztosítva, hogyha a fiatalok megtalálják a hasznos elfoglaltságukat, illetve a lovak iránti szeretet, az azt gondolom, hogy mindennél fontosabb lehet egy ilyen település életében is. De természetesen azon túl, hogy itt ma egy verseny lesz, ami azt gondolom, hogy nem is feltétlenül a versenyről fog szólni, hanem arról, hogy az ismerősök, a lovas barátok összejönnek, és egy jól eltöltött napon megpihennek utána, és elbeszélgetetnek. Estére ugye majd a megpihenést értettem érzem, hogy majd lesz egy bál, amikor még a, hogyha valaki nem fáradták elő készen, akkor kitáncolhatja magából a feszültségét, a jókedvét. De egész nap számra mindenféle programmal készültünk itt Vihalegbajomba, bízlakba vagy egyre többen kilátogatnak hozzánk, és mindenki hasznosan fogja eltölteni a mai napját. Én kívánok a versenyzőknek, részvevőknek jó versenyzést, a nézőseregnek pedig az, hogy érezzék jól magukat. És ezzel a 11. kovasnapot megnyitom. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, polgármester úr! Megnyitom szavát, és akkor visszaadnám Lajszúrnak a szót. Én pedig szeretném köszönteni a versenybíróság tagjait, Huszár Róbertet és Hati Istvánt, vagyis és a mai versenyigazgatót, Bécsák Istvánt. Nagyon gyorsan elmondom a programot, tehát a délelőtt folyamán akadályhajtás, napközben csikós bemutatók, lószépségverseny, várjuk a gyermekeket kézműves sátorral, középkori játszóházzal, íjászattal. A délután folyamán az akadályhajtás második fordulója fog következni. Eredményhirdetés előtt, ahogyan ez már egy régi szokás, és mindig jönnek a gyerekek nagy örömmel, kecskefogó verseny lesz, ünnepélyes eredményhirdetés, és körülbelül 5 órakor tombola sorsolás. 20 órától tűzijáték, aminek a helye a művelődési ház, tehát onnan lesz fellőve is, és 20 óra 20-tól a Keok zenekar fog játszani, akik a lovasnapon részt vettek, ők tiszteletjeggyel vendégeink a bárra, többieknek 500 forintos a belépőjegy, tehát mindenkinek szép napot, jó versenyzést kívánok! Elsőként akadályhajtásban mérték össze tudásukat a fogatosok. Tehát Mezei Kálmán a pályán, Terhes Ákos a segédhajtó, Kamira és Szilaj, hogyha jól olvasom, a két Shetland pónia fogadban, Kamira egy 5 éves fej kanca, Szilaj pedig egy 6 éves fejnény. Könnyű magyar díszhám látható a lovakon, egy jártató típusú kocsival van fogatolva a fogad fenntartója és támogatója a Mezei család. Mezei Kálmán után ifjú Beskó János fog következni, majd Nagy Lajos, Bíró Ferenc, Dobó Imre, Komjáti Zoltán és ifjú Hevesi Sándor a póni kategória további sorrendje.
versenyen a bajumiakat Hegyesi Zoltán és ifjú Hegyesi Zoltán képviselte. Hegyesi Zoltán hajtott a pályára és üdvözli kedves közönségünket, aki a helyi színeket képviseli. Hajdú Szomáti Sportegyesület színeiben versenyez, ifjú Hegyesi Zoltán a segédhajtó. Amanda és Csinos a fogadban. Amanda egy 9 éves deres magyar félvér kanca, Csinos pedig egy 13 éves fekete magyar félvér kanca. Könnyű magyar díszháma lobakon, egy jártató típusú kocsiban van fogatolva a fogad fenntartója és támogatója a Hegyesi család. Hegyesi Zoltán után Nagy Sándor fog következni, majd Molnár Lajos, Gyenge Ferenc, Sándor Máté, Juhász József, Szabó Gyula, Kis István a további sorrend. Hegyesi Zoltán teljesítette a pályát hibátlanul, illetve verőhiba nélkül, hiszen időtúlépésért 3,55 század büntetőpontot kapott, 185,08 század másodperc alatt teljesítette a pályát Hegyesi Zoltán. Nagy Sándor a jó napot, gratulálok! Hát kérdezzem már meg, hogy más itthoni pályán hajtani, mint mondjuk idegenben? Érkezett. Hát sokkal nem más. Hát mindenütt verseny van, hát mindenki törekszik, hogy jól menjen. Jók a lovak? Milyen? Hát elég jók. Már most vagy 5 év volt, együtt járnak, már mostan alakulnak össze fele. Látom, megvan az utánpótlás. Megvan. Részt vesz a fiú mindenben? Majd ő is hajt majd. Tehát részt vesz, amúgy ott van mindenütt. Ő is szereti a lovakat,
Te csak egy 10 éves sárga. Van ennek valami határideje, hogy mikortól kezdhet hajtani? Igen, van, 14 éve után lehet hajtani. Mennyi ideje van? Hát január 13. Akkor jó, hát is komáig. Csak az a baj, hogy egy fogatot kétszer nem lehet hajtani. Úgyhogy ha vetőt, akkor sem lehet. Kell neki egy külön fogat? Ja. Hát az annyit meg megér, nem? Hogy együtt menjen a fasz. Majd egy lovat cserélünk ott, akkor jó lesz. Jól van, gratulálok! Után... Lesz még máma? Hát délután mi lesz? Délután még lesz egy fordulat. Sándor Máté, Juhász József, Szabó Gyula és Kisistán további sorrendben. És akkor engedjék meg, hogy felolvassam a mai nap támogatóinak listáját, hiszen nélkülük a rendezvény nem jöhetett volna létre. Tehát köszönjük a támogatást! A 11. Bihar Nagybajmi Lovasnap azonban nem csak a lovak és hajtóversenyek szerelmeseinek kínált tartalmas programokat, hiszen a széles kínálatból minden korosztály találhatott magának megfelelőt, a középkori játszóháztól a sétalovaglásig. Na, milyen érzés? Rossz. Otthon nincs nektek ilyen? Nincs. Örülsznek, hogy nincs? Igen. De vagy zárva. Amíg jó. Húzd ki a fejed is. Ki azt nem tudom. Hagyjad ma a szójában akarom venni. Büntetésbe vagyok. Mit csináltál? Rosszul te? Igen. Lombot. Hú, de jó, hála. Hú, de Ezért szokott. Sándor lesz az első forduló Óni kategóriájának utolsó indulója, és utána Madar Dániel fog következni, az egyetlen egyes fogat résztvevőnk, majd őket fogják a kettes fogat kategória résztvevői követni. Balogh Gyula, Sánta István, Váci Lajos, Rideg Tibor, Balogh Antal, Lente György, Fróna Antal, Hegyesi Zoltán sorrendben kérem, hogy készüljenek. We'll be right back.
Hát ez egy jó hagyomány, tudod ezt. Mindig is lesz, mindig. Ez 11 éve van ez a hát 11. alkalom, 13 éve, azt mondják. Csak azt sajnálom most az egészben, hogy nincs főzés. Kevés. Egy-két főzés van, hát. Hát, de hát itt is inkább sörözés van, mint főzés, ha jól látom. Nézd, hát, ha már reggelizünk, akkor ígyunk rá valamit, nem? Egészséget. Köszönjük szépen. Cheer up, you suspect we're out.
station. I start the day in the usual way, then think we'll wind it and stop for a coffee and begin to recall things that you say. Pluck up the courage and snap, it's gone again. I start humming When Doves Cry. Can someone help me? I think that I'm lost here, lost in a place called sitting around being foolish when there is work to be done. Just a hang-up call and the quiet breathing of our Persian we call Cajun on a Wednesday. So we go from here to here with cigarettes we've been keeping, though you say you're not a temper man. Seems as if we're circling for very different reasons, but one day the has to land. Out past the fountain, I left by the station. I start the day in the usual way, then think, well, why not, and stop for a coffee and begin to recall things that you say. Thank you.
Hogy tetszik a lovasnak? Hát nekem jó. Még most jöttünk, de nagyon jó különben. Én örülök neki, hogy csak az a differencia, hogy már úgy, hogy nagyon sűrű van sokkal ideig. Hát a ritkában, szóval kevesebb kérdés van, sokkal szaporában öntek van lovak. Így vannak fogva a lovak. Jobb az, amikor nagyon, nagyon futnak? Ha ritkább lesz van, hogy kérdettek van, hogy hármat, négyet, például magam részéről, akkor sokkal másabb, szaporában öntek van lovak. Egyébként nagyon jó, nem tudok mondani egyébként. Tetszett már hajtani is fogatot? Tessé? Fogatot tetszett már hajtani? Hát régen hajtottam, hát volt lovom, hogy hát már amúgy nem is, hát már na mindegy, nem, még legalább 30 évvel ezelőtt. Ezt nem vágyik ilyenkor az ember, hogy egy próbakört megy? Ha így, már udvari lakos vagyok, de otthon is, most ma ott, én szoktam menni, mindig állsz az, hogy megy akármilyen ideig vagy, szeretem nagyon lovakat, vagy ott tévében is verseny van, nézem. Nekem ez, számomra mindig, de szeretem nézni. Akkor ezek szerint nem csak a súlyemelésen találkozol? Hát nem. Az egész, ennyire érdekli a sport a családot, vagy csak téged? Nem, az egész családot, főképp apukámat, ő nagyon szereti a lovakat, mivel hogy láthatod, hogy ő tolókocsihoz van kötve, így most megint kihoztam, hogy lássa a lovasnapot is, de amúgy minden sport. Mindegy, hogy tévébe, élőbe. És hogy tetszik, hogy bajom ilyeneket tudsz szervezni, és elég sokan vannak? Nagyon jó. Hát sokan, lehetnénk többen is. Ne lehetnénk többen is. Többet szervezhetne bajom. Azt mondják, hogy viszonylag kevés a főzés. Ennek mi lehet az oka? Nem tudom. Nem. Ti főztetek már valamikor itt? Nem. Ja, hát akkor Én nem, mivel hogy ugye én nekem a szülőkre jobban oda kell figyelni, meg mint ahogy tudod, nekem 4 gyermek van, és azért az ilyenekre nagyon oda kell figyelnem, hogy a gyerekeket is szemmel tartsam, de őt sem hagyhatom magára, mert ugye bármikor bármi történhet vele. Ugye a család az első. És a lovak azok tetszenek, úgy általában konkrétan? Igen, én nagyon szeretem a lovakat, van a barátnőméknél nagyon sok, kicsitől nagyig, és mindet ismerem, mindet megsimogatom. Lovagolni? Valamikor lovagoltam. Ilyenkor nem kap kedvet az ember, hogy menjen egy kört a pályán, vagy valami? Kaphatna kedvet, de tudod, én nem hagyhatom itt apukámat. Háttal a pályának, de ez nem volt így egész nap, ugye? Jól gondolom? Nem, nem. Hogy tetszik a lovasnak? Nagyon tetszik. Nagyon, nagyon jó rendezés, nagyon jó szervezés. És ráadásul az idő is nagyon jó, úgyhogy engedte nekünk, hogy itt most napozzunk is. Szeptember utolsó egyik legszebb napos ideje, ez a bizonyos lovasnapi szüreti báli. Úgyhogy nagy-nagy szeretettel jöttünk gyerekeinkkel, unokákkal megnézni, hogy mi minden történik itt a lovaspályán. Csak szereti a lovakat, titkár úr, vagy fogatot is hajtott már, vagy lovagot is? Nem hajtottam, de szeretem őket. Részben, mint esztétikai élmény, nagyon szép látvány a ló, másrészt meg, mint haszonállat. Úgymond itt a sárétom meg különösen ugye, ismert, hogy a betyárvilágtól egész a napjainkig ugye, a haszonállat mi volt az tulajdonképpen ismert. Hát ebben benne van a válasz a kérdésem, de azért felteszem, hogy szükség van ilyen közösségi rendezvényekre ezek szerint egy ilyen településen? Bizony. Minden hétvégére lehetne szervezni ilyet egyébként. Tehát ilyen összetartásra itt a környékbeli települések lakói találkozhatnak, illetve a közös érdeklődésű emberek találkozhatnak leginkább. Az előbb édesapád mondta, hogy most már nem sokára versenyzőkorú leszel, de hát nagyon szépen végigmented a pályát. Milyen volt? Hát jó volt, kicsit nehéz volt, mentek a lovak nagyon, hát így tűrhető. Mikor kezdtette ezt a hajtást? Vagy 3 éve. Azért, mert a család kötelez, vagy kedvel is volt? Hát kedvem is volt hozzá, meg szerettem a lovakat. Nem csak ennyi ugye, hogy fölülsz a kocsiról, aztán hajrá, hanem ezzel sok munka van. Igen. Mesélj már erről, hogy megy ez ilyen, hogy lesz az ember fogathajtó? Hát, aki szereti a lovakat és szeret hajtani, mert valaki lovagolni jobban szeret, mint hajtani, és úgy, hogyha kedve van hozzá, könnyen megtanulja, és akkor tud hajtani. Általában, akit egyszer
úgy fogalmazok, a lószak megcsapott, az nem nagyon tud szabadulni. Így vagy te, és otthon is van mindenféle lovas dolgod? Igen, van otthon sok minden, szoktam lovagolni, és azt is szeretek. A munkát is, a csutakolást meg? Igen, minden, főleg ilyenkor nyáron lemosni őket. Hát minden. Hát a ló is szereti az embert, úgyhogy nagyon jó. Van kedvenc lovad? Van. Mi a neve? Amanda. És mitől ő a kedvenc? Hát mert ő az enyém. Akkor ez a te fogatodnak majd egyik húzója? Igen. Másikra vannak már tervek? Hát nem tudom, még nincsenek annyira. Hát további sok sikert. Köszönöm szépen. Gondolom én azt, hogy ezt a szép sörét, ezt lánynak kellett befonnia, vagy megkócolnia, vagy férfi dolog ez? Is. Van ennek valami hagyománya, vagy hogy jön ez? Az idő tehát most Csikos bemutató fog következni, utána egy kis ebédszünet, amikor a pályaszolgálat, illetve a versenyzők és a résztvevők meg tudnak ebédelni. Az ebédszünetben sem maradnak azonban program nélkül a kedves nézőink, hiszen Ilyász bemutató lesz. Sziasztok! Van itt valaki, aki nyeregre termett, jól látom, ugye? Igen. Nem most először ül lovan? Nem. Már gyakorlott lovas. Ti lovagoltok is, vagy csak díszítitek itt a terepet? Lovagolunk is, igen. Igen. Erről egy kicsit bővebb. Hát lófektetés lesz, lóültetés, ilyen ügyességek. Most egy csikós lánya, nem egy lovas lánya, egy csikós. Van olyan egyáltalán, hogy csikós lány? Hát van, szerintem van. Magyar ruhás lányuk. Hányan lesznek? Hát végül is most lányok hárman vagyunk, de fiúk vannak itt elég sokan. A kicsi is jön? Ő nem. Ő csak... Mikor kezdhet önálló a lovagolni? Már hogy hány éves? Egy maga fölül, és akkor... Hát egy maga még nem ült rajta, de azért már el lehet olyan 5 éves korától kezdhet lovagolni azért már. Megkérdezhetünk téged is, szereted a lovakat? Na, szereted a lovakat, Nóri? Mondjad, hogy igen. Igen, nagyon szereti. Was the dirty end of winter along the loom of the land when I walked with sweet Henry hand upon hand and the wind did bit bitter for a girl of no means with no shoes on her feet and a knife in her jeans along the loom of the land the mission bells peal from the tower of St. Mary down to reprobate fields and I saw the world all blessed and bright and Henry breathed softly in the majestic night oh baby please don't cry and try and the poplar were turning their backs past the rumbling station we followed their tracks my hands they burned in the folds of his coat
breathing milky white air. Deep in his throat. Oh baby, please don't cry and try to keep your little head upon my shoulder. Now we'll go to was a magical thing, and that it shone gold in winter and silver in spring. And we walked and we walked across the endless sands, just me and my Henry along the loom of the. Oh baby, please don't cry and try to keep. Oh baby, please don't cry and try to keep your little head upon my shoulder. Now we'll go. És akkor egy szerkezik a Csikós Vártával, úgy hűzök egy kicsit közönségünktől a Csikósok. Fogunk még tartani, szerintem az eredmény hirdetés előtt még láthatod őket a pályánkán. Szerkezik a Csikós Vártával. Egymásra, a bójákra és a közönségre természetesen figyeljetek. A Várta közben, illetve a behajtó kapinára is figyeljenek. Kedves közönségünk, illetve a fogadhajtó.
Szikrázó őszi napsütés várta a 11. lovasnapot, most egy kicsit beborult, de még nagyon kellemes idő van. Ez is a szervezés része volt, vagy ez csak így alakult? Hát ez csak így alakult, mi szép napos időt vártunk. Igaz, hogy a múlt héten nem püspökladányi versenyt, de most az eső, mi bíztunk abba, hogy mi nálunk szikrázóan süt a nap. Ennek ellenére, hogy ilyen borult az idő, elég sok fogat érkezett. Igaz, hogy most kissé átalakult a verseny, végül is minőségi javulást láthatunk, ugyanis az előző időszakokban gumis kocsikkal is versenyeztek a fogathajtók, de már tavaly egyre kevesebb volt az igény, és ezt elhagytuk, és helyette C-kategóriás versenyzőket is fogadtunk. Amint látjuk, elég szép számmal megjelentek. Mi a nagy bajomba a fogathajtásnak végül is már hagyománya van. Itt az önkormányzat keretén belül már 11. alkalommal rendezzük, és előtte a Dózsa Agrár ZRT jogelődje is rendezett. Igaz, hogy az területi bajnokságok, tehát három naposak voltak, de fennmaradt, megtartottuk, és az önkormányzat bergein belül ezt tovább visszük. Ezt a faluba elég nagy népszerűségnek örvendő rendezvényt. Akkor ezek szerint ez egy igen régi hagyomány. Mi a különbség most szervezni egy lovasnapot és annak idején? Hát úgymond, mivel régen az egy sportrendezvény volt, az hivatalos rendezvény, háromnapos, tehát ott felkészült fogathajtók vettek részt, és a maga verseny az három részből állt. Van egy díjhajtás, négyszögbe, szabályos program alapján végighajtott díjhajtási program, majd azt követte egy terep, akadályokkal tűzdelt terep, 22-25 kilométeres távhajtás, és a záró napon pedig az akadályhajtás, amit ma is látunk, tehát hasonló volt az akadályhajtás a fogathajtó versenyek alkalmával. Ez egy napos, és itt csak az akadályhajtás van, és általában, hogy kitöltsük a napi programot délután is vadászhajtással szokták megismételni, és akkor a két versenyszám alapján hirdetünk sorrendet, győztes is. Ezt olyan régen megkérdeztem volna, mint hozzá nem értő. Mi a különbség az akadály meg a vadászhajtás között? A vadászhajtás között az akadályhajtásból kivesznek egy pár elemet, és könnyítik a pályát, és nagyobb lendületet, tehát biztosítva, tehát mint annak idején a vadászaton is, tehát a sebesség a lényeg volt itt is. Az első alkalommal általában tehát törés vonalakkal ügyességre törekedtek, míg a másodikban a lendület is számított. Az előbb beszélgetünk a közönség közül egy úriemberrel, és ő mondta, hogy miért nem gyorsabbak a lovak, de akkor itt a válasz, délután gyorsabbak lesznek. Hát igen, bár sok könnyítést nem csinálunk, ennek is oka van. A utóbbi, tehát a második alkalommal itt rendezzük a falu szélén a rendezvényünket, ami úgy néz ki, hogy sokkal jobb biztosítást vagy sokkal jobb lehetőséget biztosít a közönség kiszolgálásának, viszont szűkebb a pálya, ezért a lendületet, vagy baleset okok miatt vissza kell fogni, és elég kacskaringósak, épp mondtam a pályatervezőnek, hogy ez nem csak a pálya is elég kacskaringós, tehát igen, megtöri a lendületet, tehát ez kell ahhoz, hogy baleset azért ezen a pályákon. Elég gyakorlott versenyzők vannak, de vannak rutintalanok is, és nehogy baleset következzen be, és így a lendületet így törjük, ami viszont az ügyességük jön elő, és ha hibátlanul végighajt, akkor meg is nyerheti ezt a pályát.
Nagyon hosszú a támogatók névsora. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok mindenkit érint az, hogy legyen itt egy minőségi lovastan? Hát, mint ahogy mondom, hagyománya van már itt Bihar-Nagybajonban, és végül is falusi emberek vagyunk, a mezőgazdasági ból élő embereknek annak idején a ló nem csak munkaeszköze volt, hanem családtagként is szerepelt, tehát a ló szeretete még megvan. Nagyapáink, apáink, és nagyon sok családnál átszállt a gyerekekre is, és igényt tartanak rá. És aki nem tud részt venni lovakkal, igyekszik úgy részt venni, hogy támogatja akár munkával, akár ajándékkal, és elég szép számmal vannak, akik támogatják, és ez megjelenik a díjazásoknál is. És a Bihar-Nagybajonban verseny, a versenyzők körébe is neves versenyek közé tartozik, ugyanis innen nemigen megy haza üres kézzel fogathajtó vagy a versenyen résztvevő. Személyes emléke, tapasztalata van a fogathajtásról? Valaha lovagolt, fogatot hajtott? Vagy most is esetleg? Hát igen, van személyes tapasztalatom is, mert fiatal koromban fogatot hajtottam. Annak idején, mikor mondtam, hogy a Dózsa TSZ keretein belül már hivatalos fogathajtó versenyeket rendeztünk, és akkor, mint ágazatvezető is, és versenyszervező, és mint versenyző is részt vettem. Szerettem is a lovakat, egyik az az állat, amelyik legközelebb áll a szívemhez, és így az mostani időszakban is szeretek közel lenni hozzájuk, közelebb kerülni és részt venni, ha másképp nem, mint rendező-szervező. Mint rendező-szervező, de itt versenyigazgató a titulus, ugye? Ez milyen kötelezettségekkel jár? Végül is, tehát többek között ez is változást jelent az előző évekhez képest. Tehát nem csak az, hogy elmaradtak a gumisfogatók, hanem országos szabályzatban előírt és az állategészségi törvények által előírtaknak is meg kell felelnünk. És megköveteli a hivatalos rendezés szabályzat, hogy valaki komplex feleljen ezért, és ezt versenyigazgatónak titulálják. Annak idején megkértek rá, hogy vállalom-e, hát végül is a cél érdekében mindent. Én bízom benne, hogy probléma és balesetmentesen fog végbe menni ez a mai verseny is, és az előző évekhez képest nyugtával dicsérhetjük a napot, és bízom, hogy ezt az elkövetkezendőben meg a versenyzők is díjazni fogják, és viszont fognak jönni, tehát viszont látjuk őket a következő években is. Úgy van ez kitalálva, hogy minden évben legalább egyet, vagy akár fél évente? Nem. Mivel mondom, hogy önkormányzat rendezi, tehát ezt mindenki tudja, hogy már az önkormányzatoknak elég szűkös a keretük, de azért arra ügyelnek az önkormányzatnál a vezetőink, hogy a dolgos hétköznapokat pár alkalommal megtörje, és az érdeklődőknek szórakoztatást biztosítson, és én szerintem ez is az egyik alkalma annak, hogy a megfáradt emberek egy délután akár egy üveg sör mellett, vagy egy tányér birkapörkölt mellett elbeszélgetve, régi élményeket felidézve, és lovas versenyt nézve töltse el a napját, ami egyben nagy szórakozást is jelent részükre. Bízom benne, hogy ennek lesz folytatása, és úgy a versenyzőket, mint önöket jövőre is elvárjuk. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Nem most el se az eső, se a szél, se a sár a 11. bajomi lovasnapot, eddig, nem akarok vészjós lenni, eléggé sikeresnek látszik. Ez most önkormányzat, műház és a szervezőbizottság szervezése, vagy hogy jött ez a lovasnap most létre? Én azt mondanám legszívesebben, hogy ez Bihar-Nagybajon mindenestől, hiszen éppen beszéltünk erről a kollégákkal,
hogy igazán már most nem kellett magyaráznunk semmit, sem a támogatóknak, sem azoknak, akik segíteni szoktak. Hogy mondjam, félszavakból értjük egymást, ahogyan az lenni szokott, levélre és nem külön megkeresésekre mindenki hozta a felajánlást, az ajándékot, amivel évek óta segítségünkre van, mindenkitől megkaptuk. Ugyanúgy a szervezetektől, a polgárőrségtől, a rendőrségtől, a tűzoltóságtól, szinte természetes, hogy a lovasnap alkalmával itt vannak velünk. Mindig van jó néhány önkéntesünk, akik segítenek a szervező munkában is. És hát van egy szakmai bizottság, ez a Füzesgyarmati Lovasbarátok Egyesülete. Két tagja van velünk, Hati István és Huszár Róbert, akik mindig a versenybíróságot és ugye a szakmaiságot képviselik, valamint van egy versenyigazgatónk, Bécsák István. Nagyon hozzáértő volt a konferálás végig az egész verseny során, ez kinek köszönhető? Ez Huszár Róbertnek köszönhető, ez egy szakma, szoktam mondani, tehát nyilván ahhoz, hogy a lovakról tudjon valaki beszélni, bemutatni a fogatokat, ahhoz nagyon jól kell érteni ezekhez a dolgokhoz, és Robi már évek óta ezzel foglalkozik, úgyhogy ő van mindig segítségünkre. Jó híre van a bajomi fogadhajtó versenynek egyébként a fogatosok között? Én azt gondolom, hogy igen, most is többen mondták, hogy nagyon színvonalas, messziről érkezett hajtók vannak, jöttek Szarvasról, Hajdúböszörményből, tehát igazából nem csak éppen a legközelebbi települések lovasai jönnek, hanem azok a sikeres hajtók is, akik több helyen, több versenyen egy évben megjelennek. Úgyhogy ennek nagyon örülünk, gyönyörű lovak vannak, én szoktam mondani nekem a szememnek, meg a szívemnek nagyon szép, én nem igazán értek hozzá, de nagyon szeretem. De nem csak a fogadhajtás, illetve a csikós bemutató van, hanem járulékos programok is vannak itt. Olyannyira, hogy tulajdonképpen egynapos ez a nap, de tegnap már volt egy születi felvonulás. Jól gondolom, hogy ez összefügg ez a kettő. Így van. Nagyon sok lenne már a programból, hogyha születi felvonulást is, lovasnapot is tartanánk külön, és azt a megoldást választottuk, hogy a lovasnapot megelőző napon egy ilyen figyelemfelhívás szerűen végigmegy a születi felvonulás, ugye a dobosunk akkor elmondja a napi programot, csikósok vezetik fel a születi felvonulást, és ugye szekereken bejárjuk a település utcáit, és hát azt tudjuk vele elérni, hogy végül mindenki értesül, de hát igazából értesül, hiszen minden házban szórólap, és hát a plakátok, meg hát szájról szájra is jár ez a dolog. Minden esetre így van egy kis hangulata, és születi felvonulásra kezdjük, és ugye a lovasnapot nem feltétlenül követné bál, de hogy a születi bál is meglegyen, ezért aztán a lovasnap után egy születi mulatságot szerveztünk. Itt van kézműves pavilon, hátul a gyerekek verik egymást mindenféle óvatos fattapamacsokkal. Mik történnek itt még a lovas dolgokon kívül? Próbáljuk ilyenkor, ugye egy kicsit a történelmünk, nem is egy kicsit, nagyon a történelmünk része a lovas hagyomány, és ezt egyéb hagyományos dolgokkal próbáljuk kiegészíteni. Az egyik ilyen, hogy íjászokat hívunk, idén a vatatörzs jött el és tart nekünk bemutatót, illetve régi barátaink, a Krux Alba tagjai, akik már várjátékokon is voltak itt nálunk, ők a középkornak nagy szakértői, és most készítettek egy középkori játszóházat. És ez a középkori játszóház elsőként, ahogy Frissibe elkészült a Bihar Nagybajomi Lovasnapra érkezett, és hát látom, hogy nagyon nagy élvezettel próbálják ki a gyerekek, úgyhogy igazán örülünk neki. És még ami ugye mindig visszatérő, ez a Bihar Nagybajomért Egyesületnek a kézműves foglalkozása, hát ott is ugye nagyon sok segítő van, és nagy kedvel játszanak ott a gyerekek. Hogy tetszik a program? Na hát, ezt köszönjük akkor.
Hogy tetszik a program? Hát nagyon jó, nagyon jó. Még mondjuk nem régen jöttünk, de nagyon szívesen. A lovak is azok gyönyörűek. Van vajon bajom a fogatok között? Szerintem nem se egyébként. Valaki bajom, mint Hegyesi Zoli. Hegyesi Zoliék azok mindig indulnak. Azt nem tudom, hogy a Hegyesi Zoliék indulnak. Azok is szoktak mindig. De nem beszéltem a öcsivel, mert itt van, de az indul. Egész nap itt tetszenek lenni? Hát reméljük, hogy jó, kitartunk majd. Szeretnénk. A nyugdíjas, minden évben itt vagyunk, csak most nem főzünk. Mindig hát de miért főzünk? Nem? Már panaszkodtak, hogy kevés a főző. Kevés, hát elhiszem. Hát nem bírjuk anyagilag. Mindent nem bírunk el. Úgyhogy hát a nyugdíjas klubnak szoktunk főzni, ott magunk a körzetiben. Most is volt csütörtökön, lepcsák volt akkor. Betyáros volt, igaz, betyáros főztünk, és nagyon jó volt. Úgy minden. Hát itt meg jó idő van, hál' Istennek. Hál' Istennek jó idő van, így van. Ez a jó. Reméljük. Jó szórakozás. Köszönjük szépen.
different colors made of tears. Shiny, shiny, shiny boots of leather. Whiplash girl child in the dark. Severin, your servant, comes in bells, please don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart. Egyre jobb lesz. Na, most rak te, hogy megfogod a végét, nézd csak, és ide akarsz. Ott az utolsó, csak, tudod? Oda. Haza. Engedtem. Na, figyelj. Na, következő, picit feljebb megy, már mondjál, el is tanáljuk a táblát. Te is kipróbálod? Csak a nagymama ijász a családba, vagy azért megy az nemzedékről nemzedékre? Reméljük megy nemzedékről nemzedékre. Szeretnénk, ha menne. A kicsi fogott már ilyet? Nem, még. Nem merem. Kicsi ja, még ahhoz. Amikor elkezdi, utána majd nem fogja tudni abba hagyni. Reméljük, igen. Jól gondolom ugye, hogy a nagymama ott van a sorban és tanítja. Az én anyukám és az apukám van ott, igen. Maga. Ugye, hogy még mindig magas volt? Ez. Ez a végig. Ez. Ez fölösen. Magas, lejjebb. Úgy is. Most, hogy átmenetek munkanélkül van, hadd kérdezzek pár dolgot. Mit lehet tudni a vatatörzsről? Hát 3-4 év alakult vatatörzs. A különböző településekről érkeztünk, és öröm ijászt az egész, tehát jól érezzük magunkat. Azért vagyunk együtt a különböző településekről el, hogy jól. Nem csak örömi jászatnak látszik ez, hiszen ugyan a léggömbök ügyesen ugráltak a nyílveszők elől, de azért mégiscsak eléggé pontosan célra tartottak ezek a nyílveszők. Sok év gyakorlata azért. Azért sokat gyakorlunk nagyon rá, hogy próbálunk pontosan lőni, de hát azért itt is eltévesztjük néha napját. Azt mondanám, nem annyira női dolg az ijászat, de hát itt nagyon ügyes hölgyek vannak a csapatban. Próbálkozunk. Hogy kezdte valaki nyilazni? Egyáltalán nyilazni, ez jó szó? Használják ezt a szót? Hát ijászkodni az helyesebb. Az helyesebb, hogy ijászkodni. Nem is tudom, közülünk valaki kitalálta, látta valahol, és így hozzáfogtunk.
És én is a férjemmel kezdtem el, ő szerette meg, és akkor mentem vele. És az otthon téma? Tehát beszélgetünk az ilyen? Persze. Hagyományőrzés végig, tehát nem csak az íjászkodás, hanem minden más. Minden más. Sokkal nem megyünk el, nagyon szerettük ezt. Hogy esett a választás pont a Vata névre? Hát ezt én pontosan nem tudom megmondani, mert aki előttem volt, ő választotta. Ezt pontosan nem tudom megmondani sajnos. Minden esetre jó név ezek szerint, igen, mert igen, megmaradt. Igen. A környékező kapcsolódó, Sárinhez kapcsolódó, és akkor ezért. De pontosan, hogy tehát tényleg információ. Milyen településekről jöttek, vagy mi? Gyűltek Kulta, össze? Zsáka, Bucsa, Berettyújfalú, tehát egész jó kis tág. Most nagyon kevesen vagyunk, ettől sokkal többen vagyunk, mert egészen a kisgyerektől kezdve egészen látszik, hogy a 70 éves korig vagyunk, tehát ez nem csak a egy korosztálynak, hanem az egész nullától szint, azt lehet mondani, egészen a 90 évig. Bandázis helye a törzsnek? Igen, Zsákán vagyunk, igen, Zsákán. Ott tudjuk gyakorolni, szép kis helyünk, és ott lehet gyakorolni. Köszönöm szépen, további szép napot, egy bemutatkozást hadd kérjük. Fodor Zoltáné Márti vagyok. A lovasnap következő eseményeként a szépek között is legszebbek vetélkedése, a ló szépségverseny következett. Felleg ajtó, annyit dolgattó.
most lesz egy fél verseny utána a második forduló, majd csikésbemutató állatfogó verseny és ünnepélyes eredményekre is majd tombol a sorsolás, és arra kérem a kedves közönségeket, hogy ha már ennyi tombola felajánlás érkezett, akkor vásároljon a tombolát, ezzel is támogatva a mai rendezvény létrejöttét. Igen, arra kért a zsűri, már a profik tudják, hogy ögetésben is meg tudja nézni, meg tudja szemlélni a lovagat, tehát arra kérek mindenkit, aki itt a zsűritorony előtt megy el a kör folyamán, hogy ügetésben tegyen meg. És akkor visszatérek a tombola sorsolása, tehát nagyon értékes nyeremények vannak, amelyet a támogatók ajánlottak föl, köszönet érte. Kérek mindenkit, hogy vásároljon tombolát, kockáztassa meg a szerencsét. Itt a zsűritorony bal oldalán lévő sátor alatt a tombola tárgyak megtekinthetők, illetve a vásárlást is. Viszonylag objektív az elbírálás, hiszen szakemberek bírálták. És akkor kérem a zsűrit, hogy készen áll-e a... Itt van, no és akkor mondom a zsűri döntését, az első Balú Antal lett ebben a versenyben. Kérnénk ide a zsűritorony elé, Dominó nevű Lipicai nevezte a versenyben. A díjat Bécsák István, versenyigazgató nyújtját, illetve Hati István. Versenybíró, fogadbíró pedig díszalagot küld a lóra. Gratulálunk a ló tulajdonosának. Ebben a versenyben a második helyen Sánta István végzett. Sánta István rangos nevű Lipicaiját nevezte a versenybe. A díjat a ló tulajdonosának Bécsák István nyújtja át. Gratulálunk! Bagdi József a Lószépségverseny zsűriének tagja pedig föltűzi a díszalagot. A
sikerült. A harmadik helyen Sándor Máté végzett ebben a versenyben. Sándor Máté. Linda nevű lipicai koncáját nevezte. A versenybe Vécsák István a versenyigazgatót tűzte föl a díszalagot. Here comes the winter's rain to cleanse my skin. I wake again, I'm over you. I'm over the summer sun, I'm over you. Heat burns my skin, I ache again, I'm over you. Hogy a kocsin ne rázz,
Kosovo karikára, Kosovo karikára, én a magyar szabadság, a magyar szabadság.
fantasztikus idő, 115,14 másodperc. Tehát hatalmas tempót diktált Mezei Kálmán, azonban ez a nagy tempó egy kicsit megbosszulta önmagát, hiszen a 10-es és a 12-es akadályban vétett erőhibáért 6 büntető pontot kapott Mezei Kálmán. Ifjúhevesi Sándor lesz az összevetés utolsó indulója. Sándor személyében 157,47 század alapidőn belül hibátlan hajtás a harmadik pályán is, tehát az összevetés pályáján is. És akkor kérem a csikósokat, hogy készüljenek, most a pályaszolgálat összepakolja a pályát, utána csikós bemutatóra fog sor kerülni, majd állatfogó verseny, egészen pontosan két kecskét fogunk a gyerekek részére elengedni, és megfoghatják ezt a gyerekek, és haza is vihetik természetesen, amennyiben aki elfogja, megfogja ezt a kis kecskét. Utána pedig az ünnepélyes eredmény hirdetésre fog sor kerülni. Ez 9? Igen, ez a 9-es. Ezt a legszélső. Ott az a legbelső. Jó, most akkor ezt is visszaadjuk. Lord, I don't know
Try to be not no kind I could be. Elméletileg van még egy kecske, ugye, ha jól tudom. Elő fog kerülni a másik kecske, és ott majd 14 év alatti gyerekeket fogunk kérni, akinek elengedjük. Tehát akkor most ugye pénz diátadásra kérdezik. Thank you.
és akkor a ünnepélyes hirdetésre a mai nap záró akkordjára fog sor kerülni. Fölsorakoztak önök előtt a mai nap részvevői és hősei. Arra kérem a fogadhajtókat, hogy kalapemeléssel tisztelegjenek a közönségnek, illetve kérem a közönséget, hogy egy kis tapssal jutalmazzuk a résztvevőket, azt hiszem, hogy megérdem. És akkor kezdjük az eredményhirdetést a bónifogat kategória résztvevőivel, ahol két fordulós akadályhajtásra került sor összevetéssel. Ebben az összevetésben ifjú Hevesi Sándor bizonyult a legjobbnak mind a három pályán, tehát az alap, két alappályán is hibátlanul teljesített, és az összevetésben is hibátlan hajtás láthattunk tőle. 157,47 század másodperces idővel teljesítette az összevetés pályáját hibátlanul. Ifjú Hevesi Sándor érkezett tehát a zsűri torony elé, ő a pony kategória győztese. A díjat minden erős Szilviától, Liharnagy Bajom jegyzőasszonyától veheti át, illetve Bécsák István versenyigazgató tűz a fogat Rudasovára egy díszalagot, a győztesnek járó kék díszalagot egészen pontosan. Az összevetésbe jutott még ebben a kategóriában Mezei Kálmán is, ez azt jelenti, hogy dupla hibátlan pályát hajtott, tehát két hibátlan pályát hajtott Mezei Kálmán is, azonban az összevetés nél egy kicsit a nagysebesség megbosszulta magát, hiszen 115,14 század másodperccel végzett, azonban ebben a nagy tempóban kettő hiba is becsúszott, úgyhogy összesen 6 büntetőpontot gyűjtött az összevetés pályáján. Tehát Mezei Kálmán érkezett ide a zsűri torony elé, a díjat Lajsz Júlia, nemes Lajsz Júliánától egészen pontosan veheti át. Kati István versenybíró pedig díszalagot fűzött a fogat a Rudasovára. Ebben a kategóriában a harmadik helyen végzett, összesen a két pályán 3 hibapontot összegyűjtve, Dobó Ime. Őt is kérdett ide a zsűri torony elé. A két pályán összességében 291,27 század másodpercet töltött, és mint ahogy mondtam az előbb is, 3 hibapontot vétett. Összesen ezzel a harmadik helyre volt elég a teljesítmény, tehát a képzeletben dobogó harmadik helyén Dobó Imre, a harmadik helyért járó díjat Imre Erős Szilviától veheti át, illetve Bicsák István a verseny igazgatója tűzte föl a harmadik helyet járó díjat. A negyedik helyen ebben a kategóriában ifjú Peskó János végzett. Ő is egy hibával, tehát egészen pontosan egy hibával 3 hibapontot gyűjt, 312,85 század másodpercet eltöltve a két pályán végzett a negyedik helyen. És úgy látom, hogy ifjú Peskó János Sándor Máté fogatán érkezik a fogadnak járó díszalagot, Kati István versenybíró nyújtotta át. Ötödik helyen ebben a kategóriában Bíró Ferenc végzett. Komjáti Zoltán végzett a hatodik helyen. Hát ő ugye sajnos sorabbi készült a versenyt, illetve Nagy Lajos, aki ugyanúgy a hatodik helyen végzett, ő ugye egy pályatévesztés lépett a második pályán. A kettes fogat kategóriában is összevetéses, kétfordulós összevetéses akadályhajtásra került sor, melyben 3 hibátlan pályával az összevetésben a legjobb idővel Flóra Antal bizonyult legjobbnak. Gratulálunk! Tehát Flóra Antal mind a két pályát hibátlanul teljesítette, az összevetésben is hibátlan hajtást mutatott be, és az összevetésben 140,17 század másodperccel teljesítette a pályát, és ezzel a
mai verseny győztese. Fónaltal Diadiver és Szilviától lehet ját, aki Jarnagajon település jegyzőasszonya, Hati István versenybíró, pályaidő, pedig bízanak, hogy úgy látszik, hogy nem tudja fölhúzni valamit, és technikai probléma történt, tehát átfújjuk a fónaltalnak a bízanak. A második helyen ebben a kategóriában szintén mindhárom pályán hibátlanul, az összevetésben 155,49 század másodperccel teljesítve Sándor Máté vinc. Tehát még egyszer Sándor Máté is mind a három pályán, tehát a két alappályán és az összevetés pályán is hibátlanul hajtott, az összevetésben 155,49 század másodperccel teljesített a pályán. A második helyért járó kupát Nemes Rajz Juliannától veheti át, illetve Bécsák István a belső utazó között tűzte föl a második helyet álló díszalat. Ebben a kategóriában a harmadik helyen Kis István végzett, aki szintén mind a három pályát hibátlanul teljesítette, egy picivel volt lassabb az összevetésben, mint Sándor Máté, 158,9 század másodperccel teljesítette az összevetés pályáját. Tehát a harmadik a dobogó, képzeletek dobogó, harmadik helyén végzett Kis István érkezett a zsűri torony elé, ő a díjat Imre Erdős Szilviától, Vihar Megbajom jegyző a szönától lehet, tehát illetve Hati István versenybíró, visszatudat fogad Rudas Lovára a díjszalon. A negyedik helyen ebben a kategóriában Molnár Lajos végzett, aki szintén a mind a két alappályát hibátlanul teljesítette, azonban az összevetésben egy hiba rácsúszott. Ott volt a legjobb ideje volt neki az összevetésben, de sajnos egy felé hibáját három büntető pontot kapott, és ezért rácsúszott a dobogóról a negyedik helyre. Egészen pontosan 136,76 század másodpercet alatt teljesítette az összevetés pályáját Molnár Lajos. Molnár Lajos a negyedik helyért járó vízszalagot a Molnáros fogatára, illetve a Rudas Lovára, Bécsák István versenyigazgató tűzte föl, tehát a negyedik helyen járó díjszalagot. Az ötödik helyen ebben a kategóriában Balogh Gyula végzett, aki szintén hibátlan alappályát teljesített, tehát két hibátlan pályát teljesített, azonban az összevetésben neki is becsúszott egy hiba, éppen ezért az ötödik helye végzett, tehát Balogh Gyula és dupla hibátlan alappályát teljesített, és ezzel bejutott az összevetésbe, azonban ott egy belőhibával három hibapontot gyűjtve az ötödik helyen végzett a versenyben. Hati István versenybíró, a mai nap pályaépítője tisztelettel fogad Rudas Lovára a vízszalagot. A hatodik helyen ebben a kategóriában a Nagy Sándor végzett,